bajban leszek a következő beszélgetésnél, mert Mezei Béla fotoművész a vendégem, akivel, ahogy végignéztem az életrajzát, és ahogy készülgettem, rájöttem, hogy hát 3 lillás legerit lehetne megtölteni, mert annyi minden van benne. Szeretettel köszöntöm. Csókolom. De most az apropónk az, hogy a Bálint Közösségi Házban lesz egy kiállítás, amelynek az a címe, hogy Kövekből, Fákból, Vizekből Izrael. Azt gondolom, hogy olyan képek fognak itt szerepelni, amelyek mindenki számára nagyon érdekesek, hiszen egy egészen más stílusú látásmódú Izraelt ismerhetünk meg a képekből, mint amit általában most jelen pillanatban látunk, jól gondolom? Igen. Milyen látásmódon, milyen szemszögegen és hány úton keresztül jutott el ehhez a kiállítás anyaghoz? Az operával vendégszerepeltünk, a Rigolettóval, és hát amikor szabadok voltunk, akkor fölfelé, lefelé végigbutogatták az országot. Rohanás. Na most hát mindenki andalogva élvezte a magyarázatokat, én meg rohantam egyik témától a másikig, és hát gyerekkoromban az apámnak a hegedűje mellett nőttem föl, és a Biblia mellett. Na most gondolom én, hogyha valaki a Bibliával fölvértezve kerül ki Izraelbe, teljesen más szemszögből nézi a dolgokat. Nagyon-nagyon mélyen meghatottak a dolgok. Sok-sok veszekedés árán, tudnélik, 2-3 busszal vittek bennünket ide-oda, és hát aztán, amikor összetrombitálták a társaságot, hogy indulás, akkor a Mezei még nem volt sehol. Úgyhogy nagy, egyszer-másszor egész komoly veszekedések, szóval ők nem tudták fölfogni, hogy én milyen dimenzióba látom, nézem, meg hatnak rám a dolgok. Igen, például a művészeket is megihleti egy ilyen típusú környezet, teljesen természetesen, de más egy fotós, tehát más az, aki a képi világot hát például a kiállításomban lesz egy fotó, Genezáreti tó partján egy strand, nagyon tetszett az egész, nem volt semmi kulturált környezet, nádasok, kövek, szóval a maga természetességébe leledzik a tó, és ott volt egy nagy csúszda, és azon a csúszdán csúsztak le a strandolók. Hát igen ám, de nekem ahhoz föl kellett mászni a kerítés tetejére, és az egyik zenekari művész barátom tartott úgy egyensúlyozva, és ott kellett válni, és richtig akkor nem csúsztak le. Már majd elszédültem, de kivártam. Aztán ugyanezen a kerítés... És akkor önre is vártak a többiek az alatt, és az idő alatt természetesen. Nem, itt ketten voltunk, nem. Aztán volt egy másik, hogy evezett egy jó ember a tavon, és kiszúrtam egy nagyon-nagyon kifejező nagy követ, sziklát, és azt ki kellett várni, hogy meglegyen a vizuális ellenpont, mint a Bartóki zenébe, hogy a képet telítse ki, hogy itt a kő, ott az evezős. És ott is a kollégám tartott ott fönn, szóval ilyen dolgok alakítgatták a nézőpontomat, amikor aztán 20-30 emberrel és kollégával kellett mennem, és akkor is ugyanez, ott mindig valamire kellett várni, mindig valamit megláttam. És pszichésen föl kellett dolgozni azokat a veszekedéseket, amik aztán este vacsoránál is, meg hát, de hát ez ugyanígy megvolt a Markó Ivánnál is, mindig én voltam a fekete bárány. Persze, amikor aztán az jöttünk, megvoltak a képek, vagy megvolt a diasorozat, hát a pincébe a mennyezetig áll a
főleg az Ivánnal, ugye hát bejártuk egészen Jerevántól, Aténig, Velencétől, Párizsig, és az mind dián megvan. És ott is megvoltak ugyanezek a típusú veszekedések, de aztán az ember megedződik, és akkor valahogy úgy lepergeti magáról, mert én tudom az eredményt, én dolgozok és érte, akkor és akkor ezt is föl kell vállalni az eredmény érdekébe. Azt már ebből az egy-két percből leszűrhették a nézők, hogy szorosan kötődik Mezei Béla élete az operaházhoz, a balettvilágához, és különböző színházi és színpadi tevékenységekhez. Az operaházban elsőként azért nem mint fotós, hanem mint világosító. Nem, mint világosító kerültem. Viszont a világosítói tevékenység az gyakorlatilag az előszobája ahhoz, hogy az ember a fényt, bizony, használni tudja. Bizony. A fénynek, nem is tudom, még Olá Gusztáv, hogy a fény a minden. Hagy mondjak egy Olá Gusztávtól marad, még az ő készfogása itt van a kezembe, mert az a garnitúra vett föl, és óriások árnyékába éltem, élhettem, Ferencsik, Nádasdi. Voltak, az életműkönyvemben van egy olyan dedikáció, amire nagyon büszke vagyok. Nádasdi Kálmán, Mezei Béla munkatársamnak, mert itten sokan mesélnek Nádasdi így, Nádasdi úgy, munkatársamnak, és ezekkel az emberekkel lehetett beszélni. Na most gondolja el, hogy kék ruhába, koszos olajos kézzel, ugye, hogy a kábelokat szedtük a színpadon, Turandotot újítottuk föl, és Kálmánnal, utána megengedte, hogy tegeződjünk, de ő vele és a Rözler Bandi bácsival nem tudtam tegeződni, ezek olyan, szóval ezek annyira tisztelt személyiségek voltak. Apák, transzcendensen, szóval apák valahogy. A Simándival, Melis Gyurival, ott a Béluskám, a régen is, a Szevasz Jóska. És Turandotban nem stimmelt ott egy-két világítás, amit én úgy gondoltam, hogy nem. És Kálmán ment a folyosón, na, hogy tetszik? Mondom, nagy vonalakban nagyon jó, van egy-két szösszenet. Egyből megállt, mert mindig olyan gyorsan spurizott a folyosókon. És akkor megmondtam. El. Meg volt a premier, és nem felejtette el. És az első vagy második előadáson megint összetalált, nem kerestük egymást, összetalálkoztunk. Na, fiatal úr, rendben van? Mondom, igen, köszönöm szépen. Ez jó. Na most, ezek a visszaigazolások. Na most nincs erre idő, hogy ugyanezt elmeséljem, hogy a Ferencsikkel volt veszekedésem. Nekem volt igazam, utána ő jött békülni az olajos kezű világ, akkor már kicsit azért fotózgattam, de nem a fotó kötött össze be, valami, nem tudom. Hát tanultam énekelni, próbát is énekeltem, itt-ottam ott, nem is volt rossz. Azt hiszem az egyedüli vagyok, aki az igazgatói szobába Mozarttól Wagnerig énekeltem. Még él az egyetlen élő, a Pál Tamás Szegeden ő kísért, és hát volt a Domingóval is konfliktusom, mert nem, de hát ezek tehát most akkor ezek most szerint nem. Olyan ember, aki a saját igaza mellett, vagy a saját gondolatai mellett a legnagyobb művészekkel és alkotókkal szemben is kiáll, és elmondja, igen, hogy ezt most, én ilyennek látom. Ezt van, aki így fogadja, van, aki úgy fogadja. Igen. Na igen. Most ez a, hát és van a harmadik, aki kimondja, és az nem mindig. Igen, azt nem szeretik. Azt nem kóser, az tréfnyi. Igen. Úgyhogy, és most mondjuk ez az emberi oldala, de hát amellett 30 évet dolgoztam a színpadon. Hát diótörőből világítottam 300-350-et. Hát szóval azért én
nézőtéről megnézem a színpadot, nem csak azt nézem, hogy énekel valaki, hanem hogy az az ajtó hogy csukódik, ott a fények hogy van. Uh-huh. Ja, az olá, az előbb. Első és utolsó beszélgetésünkkor ezt mindenhol terjesztem, iniciáli Olá Gusztáv. Azt mondta nekem, hogy megállított, hogy ön mit csinál itt? Tudta az embereket egyenként. Uh-huh. Ön mit csinál? Mondom, világosító vagyok. Igen, és honnan jött, honnan került ide? Hát mondom, az ország hadirepterein dolgoztam. És miért jött? Hát mondom, a zene miatt. Na most ez egy nagyon szép uh-huh. kis sztori, ami nem ide tartozik. Esetleg egy más valamikor. És kérdezte, hogy mi az elképzelésem. Hát mondom, szeretnék nagyon sokra. Gondoltam, hogy 60 év lesz belőle. És azt mondta, hogy kérem, azért közvetlen volt, de mindig megvolt egy három méter távolság, amit úgy megtartott az emberrel, csak a kegyednek a megállapítására válaszolnék az ő szavaival, hogy a világítás a cenika muzsikája. És hogyha ön a muzsikáért jött ide, akkor maga meg is fog maradni nekünk, nem nekem, uh-huh. nekünk. De jó. És ebből lett 60 év. És ebből lett, igen. Hát, úgyhogy óriások, nem azt mondom, hogy árnyékában, nem, mondjuk azt, hogy óriások fényében. Hát a konfliktusokat is összetesszük, meg a dicséreteket, akkor minden. Igen, gazdag. Gazdag élet. Hát ez az, és de az utolsó. Magamnak. Mert... Zene, Duna, van a Dunán egy kis hajóm, és akkor a lelkem országútja, Rómairól elindulok. Evezés. 40 év volt evezés, most már a Suzuki víz. És akkor, mint a kis motor a hajón. Igen, 50 lovas kis négy ütemű. És akkor föl Nagymarosra, ott a kemping, az az én kis Monte Carlóm, és akkor ott ebéd, kaja, kávé. Hát élni tudni kell. Igen, de én nem, hogy mondjam, mindig azt mondtam, és én mindig hitet is teszek, mert ez a Bibliában is benn van, hogy aki imádkozik, annak jön a segítség. Na most, ez egy jó végszó egyébként. És ez nem olá, ez mezei. Ez mezei. Szóval, aki imádkozik, annak jól jön a segítség. Viszont mi nem, most... Nem. Aki imádkozik, annak mindig jön a segítség. Amen. Mindig oda nyúl egy kéz, hogy hopp, nehogy lezuhanj, gyere vissza. No, és akkor... nekem nagyon sok volt ilyen. 17 gyomorfekét hordtam ki az operaházba. És ez a végszó. Ez a végszó. Nem. A végszó az az, mielőtt elköszönünk, hogy meginvitáljam önöket. Február 18-án, csütörtökön 18 órakor lesz Mezei Béla fotóművész kiállításának a megnyitója, aki az Magyar Állami Operaház főmunkatársának, valamint a Premier Művészeti Magazin főmunkatársának a fotókiállítása, és az Operaház izraeli vendégszerepléseiről szól. Emellett több mint 50 könyvben, színdarabban, rengeteg csodálatos középületben találhatunk meg a képeit, de ez majd egy következő beszélgetésnek lesz a témája. Jaj! Mert én kénytelen vagyok öntől elköszönni. Várjuk önöket a kiállításon. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Jó volt itt lenni.